Sziasztok, én vagyok Milán, és ma egy LEGO szettet fogok nektek bemutatni, ami nem más, mint egy LEGO City-s szett. És ez nagyon király, mert jön egy ilyen helikopterrel, ami fog a kampónát egy jégbefagyott karfogó tigris, és van ilyen hójáró is. És itt a szett is előttünk. És szóval kezdjük el a minifigurákkal. Szóval itt van a helikopter, a hójáró és a jégbefagyott karfogó tigris, de először ezt a minifigurát mutatjuk be. Ez egy lány, ez ilyen expedíciós, és ezt itt fel lehet így rakni, meg le. És hátul így van megfestve, és ezt, hogyha itt ezt leveszitek, akkor így normális, így normális lány. Igen, és a következő LEGO figuránk az ez egy fiú, aki így be van így, rakva ilyen nagy, ilyen fekete cucca, és van rajta ilyen dekatlanos sisak, és így néz ki az eleje, és hátul meg így néz ki. Oké? És most jövünk a jégbefagyott karfogó tigrishez. Szóval itt ezt ki lehet rakni, ki lehet venni, ezt mindjárt megmutatom. Itt a jégbefagyottnak a teteje, és itt van egy ilyen lyuka, és azt majd így fel lehet rakni azzal. És nézzük, rakjuk ezt ki, és megmutatom nektek ezt a kartfogatot is. Ez a legújabb LEGO, és ez kicsit úgy néz ki, mint egy tigris. Így az egész ilyen feje, így eddig azokat lehet mozgatni, és a hátsó lábai is mozgathatóak. Igen, ez a kartfogó tigris. És itt ez az egész jég helye, amiben bent van, és vissza is fogjuk ezt így rakni. És így ilyen, olyan, hogy így a hátsó felén így van ez a, hogy van ez itt az a rész, ahol így kirakhatod így a, itt hátul ezt a farkát. Na, most ide értünk a hójáróhoz. Ez ilyen nagyon király szett, nagyon király szettnek a része. Van kettő ilyen csákánnyal hátul, és egy fűrésszel. És itt ilyen villanyokkal, hogy láthatnak-e ilyen állatokat, és be lehet rakni egy minifigurát, az ami király. És aztán meg itt tud benne így ide-oda így menni, meg azt csinálni, amit akar. De most megyünk a nagy darab, az egész szetnek a nagy darabjának, a helikopter repülőtucra. És ezek itt fönt. Itt ezek a propellerek tudnak mozogni. Így, amikor így felszel, akkor így meg ilyesmi, mindegyik. És itt van ez a kis mozgócuc, de itt hátul itt van ez a narancssárga ilyen kis vitorla, és ezeket így lehet így mozgatni. És igen, ezek ilyen jó kis ilyen, és rajta van így a logója, meg az expedíció túrás logója, és aztán ez így a hátulja. És itt vannak a szárnyai, lent vannak ilyen bombázók, itt hátul is vannak. Ott lenn. És most megyünk a király részére. Először itt ezt ki lehet így, ezt így ki lehet nyitni. Így.
és aztán meg ide be tudsz rakni egy minifigurát, és itt jön ki a kötél, hogyha ezt így megpörzinted, és aztán meg fel tudja venni a karcogó tigrist, és itt tudjuk ezt így belerakni, ezt a minifigurát, itt van benn, és aztán most tudja vezetni ezt az egész kis helyet. Na, és itt van lenne ez a kombó, és ahogy mondtam, ezt így meg lehet forgatni, és aztán kezd lejjebb menni, megmutatom, egyre lejjebb, így erre a felére, és így kezd mellé menni. És hogyha jól tudod ezt így megcsinálni, akkor így a karcsfogú tigrisnek a befagyasztott ilyen kis helyére, ezt gyorsan ide rakom, akkor ezt így oda tudod így csaltatni, így megpróbáljuk most. Megpróbálom most nagyon, hogy szoktam, úgyhogy ezt felrakom így, és a kompót és igen, és itt van ez a, és aztán meg így tudom így, tudjuk így vinni a bázishoz. Vagyis az állomáshoz, vagy nem tudom hova. És ennyi. És azt hiszem a Lego setnek ennyi volt a sok részei. Szóval remélem, hogy megnézted ezt a videót. Ha tetszett, akkor dobjál rá egy lájkot. Nézzel a Karcsinak a csináljén, ott is én vagyok, és sok videókat csináltunk. És iratkozz fel. Sziasztok!